Kassa Tamás, lezárás specialista, bestseller író, nemzetközi tréner. Kassa Tamás vagyok, sikeres tréner, mások mondják. Boldog házasságban élek most már 26 éve, van egy 22 éves fiunk, és én hoztam el Magyarországra a lezárást, tehát lezárás specialista vagyok, ami az értékesítésnek ugye egy lényeges eleme. Szoktam azt mondani, hogy én egy tréner vagyok, ami azt jelenti, hogy elvégeztem Münchenben egy tréner akadémiát, ami gyakorlatilag megtanította nekem azt, hogy hogyan kell jól kommunikálni, hogyan kell oktatni vagy tanulni, és hogyan kell trénerkedni. Ugye a tréner magyarul edzést jelent, ami azt jelenti, hogy megtanítani másokat arra, hogy hogyan jussanak át nehézségeken, és olyan akadályokon, amiken egyébként lehet, hogy nem jutnának át. És természetesen sokan mindig megkérdőjelezik azt, hogy aki nem tudja, azt tanítja. De vannak olyan edzők, akik ki tudnak hozni másokból olyanokat, amik nem jönnének ki máshogy. És bizony a világ az ilyen, hogy szükség van valakire, aki mentorként fogja esetleg valakinek a kezét és vezeti. És én ezt tanultam meg 94-ben. Aztán arra gondoltam, hogy egy olyan fantasztikus kommunikációs tréningnek tanultam meg a tartását, amit nagyon jó lenne elhozni minden magyarnak. És próbáltam keresni azt az embert, aki elad engem, vagy ezt a tréninget, és beleestem abba a hibába, amiben a legtöbb művész beleesik, hogy próbáljanak keresni valakit, aki majd milliómossá teszi őket. És igazából nagyon sok évig tartott az, mire rájöttem arra, hogy ha én nem tudom megeladni magamat, akkor senki nem fog tudni eladni. És ugye a magyar cégvezetőknek is ez a legnagyobb hibája, hogy keresik azt az értékesítőt, aki majd milliómossá teszi őket, és ha nem hajlandóak megtanulni értékesíteni, akkor sajnos az ő képességeikhez képest jobb értékesítőt nem fognak találni, vagy hogyha találnak, akkor nem tudják megtartani. Gyakorlatilag 2001-ben költöztem fel Budapestre, amikor is nem volt elég klientúrám Pécsről. Pécsen nagyon jól ment minden, és Budapesten, ahogy így próbáltam tréninget szervezni, falakba ütköztem, ezért el kellett mennem egy olyan helyre, ahol gyorsan pénzt tudok keresni. Arra gondoltam, hogy ingatlanos leszek, mert a saját lakásunkat 2 hét alatt eladtam Pécsen, és abból indultam ki, hogy ha ott 2 hét alatt sikerült, akkor bármilyen lakást el tudok adni 2 hét alatt. Ez egyébként hosszú távon így is lett, de az elején több mint 7 hónapig hatalmas pofonok értek. Kiderült az, hogy amit 7 évig oktattam, annak a 70%-a nem működik. A másik 30%-a, ami megműködött, azt én sem használtam. És igazából ez volt az a pont, ahol trénerként a saját tréningemet kipróbáltam, hogy mi működik belőle, mi nem. És megmondom őszintén, hogy ez kevés tréner tette meg valójában. Aztán ahogy sikerült szembenézni a kihívásokkal és leküzdeni őket, nagyon mélyről indulva, igazából sikerült kidolgoznom egy olyan rendszert a lezárással kapcsolatban, ami tényleg működik és a gondolkodást követi. Ezt most már sikerült Los Angeles-től egészen Ulán-Udéig, ami Szibériában van, Oroszországban kipróbálni, és azt láttam, hogy bárhol tartottam meg a tréningemet, hatalmas változások voltak, és évek múlva is emlékeztek még rám az emberek, és kitörő örömmel fogadtak, hiszen nagyon sok embernek az életét sikerült gyökeresen megváltoztatni, illetve az ő szavaikkal akár megmenteni is. Mit jelent számomra a siker? Hát természetesen azt, hogy mennyire tudok másoknak segíteni. Itt ténylegesen arról van szó, hogy nekem azon volt mindig is a figyelmem, hogy hogyan lehet embereknek egy továbblépést biztosítani, amikor úgy érzik, hogy elakadtak. És ez nem azt jelenti, hogy bajba voltak. Tehát az én ügyfeleim többsége az sikeres volt eleve. De volt egy pont, ahonnan egyedül nem tudtak tovább jutni, és ez leginkább azért volt, mert hiába volt az, hogy ők sikeres értékesítők voltak, és jól ment nekik, és az eredményeik ezt mutatták, nem tudták továbbadni ezt olyan formában az embereiknek, ahogy ők működtek. És az én munkásságom esetleg abban tud segíteni,
az embereknek, hogy rájönnek arra, hogy ők mitől sikeresek, és utána ezt úgy tudják oktatni, ahogy ténylegesen szerették volna, megértik azt, hogy mi működik. Ugye a legtöbb esetben az ügyfeleim közül nagyon sokan vannak egy olyan állapotban, hogy már mindent elértek az életbe, idézőjelbe, de elég sok támadás érte őket, vagy éri őket, és ezért kialakul egy olyan érzésük, hogy minek tovább, vagy hova tovább, és ebből ki tudnak jönni azáltal, hogy megértik, hogy kik a barátai, kik az ellenségei, ki tudják válogatni a munkatársaik közül azokat, akik esetleg hátulról keverik a bajt, és amikor eltávolítják ezeket az embereket a cégekből, akkor utána egy olyan reneszánsz indul be az életükbe, amit gyakorlatilag a feleségeik szoktak leginkább megköszönni. Tehát nekem a siker leginkább az, amikor egy ügyvezetőnek, ügyvezető tulajdonosnak a felesége azt mondja, hogy köszönöm. 2007-ben kijöttem egy CD-vel, ami jelenleg ingyenesen meghallgatható a YouTube-on. Ezzel a CD-vel gyakorlatilag a korábbi bevételeimet teljesen kiváltottam, ami annyit jelentett, hogy megszűntem megélhetési trénernek lenni, tehát már nem kellett a pénzért dolgozni idézőjelbe. Visszagondolva erre a CD-re teljes siker volt, és lehetővé tette azt, hogy legyen időm tovább gondolni a különböző működési módszereket és stratégiákat. Több időm volt az ügyfelekre, így ki tudtam jönni később egy könyvvel is. Én megtanultam ugye azt, hogy hogyan kell egy területet megtanulni, azt rendszerezni és abból írni egy tankönyvet, ezért gyakorlatilag könnyebben írok könyvet esetleg, mint a pályatársaim. Ez annyit jelent, hogy 9 műfajban 28 könyvet írtam eddig. Magyarországon 10 000 eladott könyvtől beszerel valaki. Egyik könyvem sem értem ezt el, mert az én üzleti modellem nem így néz ki, viszont az összeadott könyvek száma 5 országban körülbelül egy olyan 60-70 ezer körül lehet. Ugye néhány esetben PDF letöltős verzióba árusították a könyveimet, tehát így pontos számot nem fog tudni mondani. Viszont én lettem a könyveknek hála az első olyan magyar tréner, aki sikeres franchise tud működtetni, jelenleg 4 országban. A könyveknek hála Szlovákiába, Csehországba elindult egy franchise partnerem, aki nagyon-nagyon ügyesen, gyakorlatilag vezető tréner lett Szlovákiába. Tehát ez annyit jelent, hogy 2-szer annyi a bevétele, mint az őt követő második trénernek. Szlovéniában már 2013 óta működik a franchise, és az ottani franchise partner gyakorlatilag első évben piacvezető lett. Romániában pedig egy meglévő trénercég gyakorlatilag megvásárolta a franchise-omat, megegyeztünk velük, és ott is megtörtént az első kaszanap, amiről azt mondta, hogy az első teljes napos üzleti tréningek közül, amire ugye magyarok voltak meghívva, erdélyi magyarok, a legnagyobb számba jöttek el. És Oroszországban pedig szintén körülbelül egy ilyen 5000 könyvben fogyott el, 2000 embernek tartottam tréningeket, köztük az egyik legnagyobb állami vállalatnak is. Nagyon örülök neki, hogy Magyarország az egyike annak a népnek, akik hisznek, legalábbis egy része hisz az oktatásba, a tréningekbe. Magyarországon rengeteg jó tréner van, én is nagyon sokat tanultam a kollégáktól, és úgy gondolom, hogy látom azt a potenciált, most már 26 év távlatából, ami egy cégbe, egy emberbe benne lehet, és a megérzéseim azt kell, hogy mondjam, hogy helyesek szoktak lenni. Tehát én látom azt a potenciált, ahol valaki eljuthat, látom azokat a lehetőségeket, amik egy cégben ott vannak, és mindig öröm, hogyha ez beigazolódik, hogy végre eljut valaki oda, ahova mindig is vágyott, vagy ami ténylegesen ő. Ugye ezt nagyon jól látni akár a fiamba is, aki most már Floridában dolgozik, és 2 éven keresztül ő is trénerkedett. Nagyon népszerű, nagyon könnyen tud kapcsolatokat építeni, és ténylegesen ő gyakorlatilag a hátsó ülésen tanulta meg a lezárási technikákat, ahogy ügyfelekkel beszélgettem, és nagyon jó, amikor a világ különböző részeiről mondják azt, hogy a fiad az csodálatos, és úgy gondolom, hogy ténylegesen egy szülőnek a legnagyobb érték, amit létrehozhat, az a saját gyereke. És hogyha tényleg őt meg tudtam tanítani, illetve 4 másik franchise partnert, akik ténylegesen trénerként sikeresek, akkor úgy gondolom, hogy van jogom azt mondani, hogy érdemes tanulni, és érdemes tanítani, és érdemes esetleg megnézni azt, amivel foglalkozom.